Sziasztok, köszöntöm az Egyetem TV és a Spirit O'Clock nézőit. A mai adásunk témája a flow, vagyis a tökéletes élmény vagy áramlat pszichológiája. Hogy ez pontosan mit is jelent és hogyan érhetjük el ezt az állapotot, arról Buzder Brigivel, pályaválasztási tanácsadóval fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és Pestről egészen Szegedig eljöttél miattunk. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm én is a nézőket. Először is ugye nagyon különböző személyiségek vagyunk nyilván, viszont abban talán hasonlíthatunk mindannyian, hogy keresünk azt a bizonyos tökéletes élményt, amit átélhetünk. De még nem álljunk bele nagyon így a közepébe, mit is jelent pontosan ez a flow élmény? Hát ez mégis egy ilyen nagyon jó kérdés, és hogyha benne vagy, akkor én rögtön behoznék ide egy ilyen kis gondolatbeli játékot, akár a nézőkkel együtt is, hogyha visszarepülünk mondjuk így az időben, az óvodáskorba, és keresel egy olyan élményt, amikor így teljesen belefeledkeztél a játékba, és mondjuk anyukád vagy apukád szólt, hogy kész van az ebéd, gyere enni, ki fog ülni, hol vagy már, és mit csinálsz, és hogyha megnézzük, hogy akkor mi történt a gyerekszobában, vagy akár az udvaron, akkor azt hiszem, hogy nagyon, nagyon közel kerülhetünk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi ez a flow. Neked volt ilyen élményed, Dóri, amikor így nagyon belefeledkeztél gyerekként egy játékba? Ó, hát biztosan volt. Én például nagyon szeretem a hóban játszani, ha már így tél van, és olyankor biztosan, tehát még a hideg se számított. És ez tök jó, amit mondasz, igen, tehát hogy akkor így, hogyha mondjuk leelemzünk, vagy lemodellezünk egy ilyen játékot, vagy egy gyerekfejjel, amikor nyilván nem tudatosan a flow állapotba akarok kerülni, hanem egyszerűen csak játszok bármiféle cél vagy tét nélkül, akkor ez maga az a folyamat, ami generálódik, és egy olyan áramlat élményben lehet részünk, amit most már így felnőttként talán meg is értünk, hogy akkor mi történt. És amikor én ezen gondolkodtam, nekem mamáiknál volt egy ilyen kis billenős dömperem, és az volt a nagy feladatom, hogy én belepakoláztam a kis köveket, meg a fagaljakat, és A-ból B pontba átfurikáztam, és kiöntöttem. És most így felnőttként alán arra hatnám, hogy néztem, ahogy a gravitáció hogyan hat a kövekre, gyerekként pedig ez annyi volt, hogy úristen, milyen gyorsan kiesett minden, de jó, még egyszer. És hogy ez igazából tényleg egy ilyen flow élmény volt, mert ez valahogy azt jelent, amikor így tényleg kikapcsol a tér meg az idő, és nem érdekel, hogy most menni kell ebédelni, mert nem vagyok éhes, nincs is fiziológiai szükségletem, azt se tudom, hogy így aludni kéne, vagy nem, vagy hány óra van, mert nem számít, mert hogy azt hiszem, hogy az írja le a legjobban, hogy amikor úgy egyé válsz a tevékenységgel, tehát hogy így te vagy az, amit csinálsz, mert hogy szívből csinálod, mindenféle bármilyen elvárás, vagy ilyen következmény nélkül, tehát nem az a célod, hogy jó, akkor most valamit kell csinálnom, hanem csak mert szeretem csinálni, és így utólag, ha visszagondolok, valóban nem sok értelme volt, hogy egyik pontból a másikba szállítottam ilyen tárgyakat az udvaron, de hogy nekem az ott egy akkora tanulási élmény volt, hogy fejlesztem magam a játékban, persze nem ennyire tudatosan, csak így hagytam, hogy sodródjak ebbe az egészbe. Különben ez azért is nagyon jó gondolat, mert én azon az állásponton vagyok, hogy felnőtt korban is sokat számít az, hogy maradjunk egy kicsit jó értelemben gyerekesek, hogy tudjunk játszani, szerintem. Ez tényleg nagyon jó gondolat, és sok mindent pedzegettél már így előre, viszont ha már így konkrét példán keresztül mutattad be, és akkor nézzük is, így belegondoltak abba, hogy gyerekkorukban ez hogy volt. Hogyan ismerhetjük még fel azt, hogyha flow élményben volt részünk, akár így a későbbiekben is? Nagyon jó a kérdés, hogy hogyan ismerjük fel, amikor ebben az élményben volt részünk, mert hogy amikor benne vagyunk, akkor gyakran így észre sem vesszük, hogy abban vagyunk, egész egyszerűen csak így csináljuk. Amit nagyon, nagyon biztos, vagy nagyon érdekes, hogy én tavaly van egy szegedi székhelyű alapítvány, a Nagyító Alapítvány, és én náluk önkénteskedek már hát talán egy ilyen jó 5 éve, és tavaly volt egy olyan képzés, amikor én pont azt figyeltem, hogy mikor vagyok flow-ba, és mikor nem. És nagyon érdekes volt így a saját tevékenységeim, vagy cselekvéseim által megtapasztalni, hogy amikor a jelenben vagyok, akkor tudok flow-ba kerülni, viszont hogyha a múlton gondolkodok, vagy a jövőn aggódok, akkor nem. És ez az egyik ilyen, azt hiszem, az alapvető dolog, hogy a jelenben tudunk lenni, vagy a jelenben tudunk maradni, akkor ez a flow, ez így könnyedén fog áramlani. Amiről még fel lehet ismerni, hogy nagyon,
nagyon fegyelmezetten arra az egy dologra koncentrálsz, és tényleg megszűnik minden, tehát olyankor így, mintha így nem hallanám meg, hogy körülöttem mi zajlik. És én ugye pályaválasztással foglalkozom, és nagyon sok tréninget tartottam már, és amikor én tréninget tartok, mindig kikapcsolom a telefont, vagy repülőre teszem, hogy véletlenül se zavarjon semmi, és abban a pillanatban... Ez fontos, tényleg fontos. Ez tényleg az, mert hogy annyira így ki tud zökkenteni. Igen. És hogy azt szeretném, hogy csak így történjen ez az egész, és akik ott vannak, azok számítanak, és nem tudom pontosan, hogy éppen abban a pillanatban az most egy boldogság, vagy nem boldogság, hanem azt csak utólag tudom érzékelni. Tehát, hogy ott tényleg megszűnik minden, és csak a figyelmem az, ami ott van. Tehát így az egész, a test meg a szellem így egyben, egy dologra koncentrál, és én így áramlok ezzel a tevékenységgel előre. Ugye Csíkszentmihályi Mihály szerint vannak külső tényezők, amik befolyásolják ezt az élményt, és vannak belső szubjektív tényezők. Bontsuk ezt először ketté. Milyen külső tényezők határozzák meg azt, hogy mennyire tudjuk átélni ezt a tökéletes élményt? Jó, és nagyon örülök, hogy behoztad Csíkszentmihályi Mihálynak a nevét, ugye, aki esetleg még nem olvasta, vagy nem hallott róla, ő írta ugye a Flow című könyvet, és azt hiszem, hogy már 30 éve jelent meg először Amerikában, és szerencsére nagyon sok nyelvre refordították. És visszatérve a kérdésedre, tehát ketté bontva, ugye ezt szokták mondani, hogy a flow állapotot az tevékenység közben tudod elérni. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy egy történés közben juthatsz el ebbe az állapotba. Tehát, hogy ne keverjük össze azzal, amikor görgetjük a Facebookot, és mondjuk így, úristen, akkor most így nem tudom, hogy hány óra van. Ez nem ugyanaz a flow állapot, mert ez nem egy cselekvés, hiszen a képességemet nem használom hozzá. Csíkszentmihályi, ugye a tévézést szoktam mindig behozni, a tévézés, negatív példaként, igen. De azért az egyetem tévét nézzétek. Igen, tehát hogy az a különbség, hogyha nem használod a kompetenciáidat, vagy képességeidet, a készségeidet, akkor az egy idő után az unalmassá válik. Tehát mondjuk így külső dolog lehet, ami ráthat a külvilág, hogy mennyit veszel észre belőle, hogy tudsz ezekre reflektálni, vagy észreveszed azt, hogy mi zajlik körülötted, és hogy a belső motivációd. Ugye ezt is szokták mondani, hogy amikor abba hagyod a sulit, hogy de jó, végre nem kell többet tanulnom, de hogy ott jön be az az érzés, hogy viszont lehet, és hogy most már olyat lehet, amit én szeretnék. Tehát ez a belső vágy, és ez a belső tiszta vágy, azt hiszem, hogy ez egy ilyen óriási mozgatórugója annak, hogy oké, itt a szabadságom, akkor én szeretnék fejlődni. Tehát a fejlődésre való vágy, az mindenképpen belső motiváció. Én szerintem az is nagyon fontos, hogy azt is Csíkszentmihályi kihangsúlyozza, hogy egy ilyen tökéletes élmény nem csak tökéletes állapotban, tökéletes külső körülmények között juthat el hozzád, hanem tehát ilyen nagyon negatív külső körülmények alatt is átélhetsz ilyen tökéletes élményt, mert ugye ők sok gyakorlati példával alátámasztja, és ott is beszámolnak olyan emberek arról, hogy átélték ezt a flow élményt, akik éppen tényleg nagyon negatív körülmények között éltek, vagy voltak. Igen, és van is erre egy szó, hogy az autotelikus személyiségek, akik kvázi ilyen áramlat emberek, ha így is lehet fogalmazni, akik mondjuk ilyen stresszes helyzet, vagy stressz helyzetet is át tud úgy fordítani, hogy wow, az lehet egy kihívás, ez tök jó, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudom jobbá tenni. És azt hiszem, hogy beszámolnak olyanról is, ugye, aki koncentrációs táborban volt, hogy ott milyen élmények voltak, és hogy hogyan tud abban a jelen pillanatban hálás lenni dolgokért, mert ugye a hála is egy nagyon fontos érzés, vagy egy állapot, inkább talán már állapot, ami ezt az egész folyamatot tudja belendíteni, és hogyha a kihívást keresi benne, és nem azt nézi, hogy így úristen, akkor itt a világ vége, hanem megpróbálja ezt úgy kezelni, hogy ez egy lehetőség, akkor egész egyszerűen át tud fordulni, és hogy ezt egyébként így mi magunk is tudjuk generálni, vagy tudunk ebben fejlődni. Igen, de ez iszonyatosan nehéz azért, tehát így könnyen beszélünk róla, de amúgy brutálisan nehéz tud lenni, főleg, hogyha nem olyan személyiségek vagyunk, de erre még visszatérünk. Külső jegyek tekintetében szerintem még nagyon fontos az, ezt az előző beszélgetésben is taglaltuk, hogy a cél felállítása, hogy ne legyen túl könnyű a cél, és ne legyen túl nehéz. Ezt szerinted hogyan tudunk egy ilyen arany középutat találni benne? Igen, ez mindig nagyon jó kérdés, hogy kinek mi a jó cél, és ez is nagyon fontos, hogy csak saját magunkhoz mérjük magunkat, mert lehet, hogy valakinek működik az a cél, ami, de hogyha saját magam számára az nem motiváló, tehát amit az előbb említettem, hogy nincs az hangban a belső motivációval, akkor az nem lesz számomra fontos, hogy elérhető, vagy nem akarom. Tehát valahogy úgy kellene belőni, hogy az én saját képességeimnek megfelelően magasra tegyem azt a mércét, és valahogy a belső harmónia is úgy fog kialakulni, hogyha van egy célunk, amit szeretnénk elérni, és megvan hozzá ez a megfelelő elköteleződés és kitartás,
mert hogy nem elég kitűzni, de azért azon végig kell menni elég keményen, főleg ugye, amikor nem látod az eredményét, de fontos, hogy mérhető legyen. És ugye, ami itt a Flow-nál is felmerül többször, hogy a visszajelzések, vagy a mérhetőség annak a folyamatnak. És nem feltétlenül az eredményre gondolok, hogy ha belegondolunk, hogy nem tudom, például egy fodrász, ahogy alkot, és látod, ahogy így csattog a kezében az olló, és akkor itt beszínezem, itt levágom, de jó lesz. És hogy a flow az így menet közben van, és utána persze látja, de jó lett, meg örülök, és büszke vagyok erre a hajra, amit csináltam, de hogy ez így menet közben viszi előre. Tehát, hogy ott van ez az elköteleződés, ott van az a cél, de nem azért csinálja, hogy valakinek levágja a haját, és akkor azt nézegesse hetekig, hanem magáért az élményért, ami odáig vezet. Ez szerintem egy nagyon fontos gondolat, hogy elsősorban nem a cél a lényeg, hanem a flow-ban, hanem az, hogy átéljük azt, amit csinálunk. Akkor így most szépen lassan átevezünk a belső tényezőkhöz. Milyen szubjektív dolgok vannak, amik segítenek nekünk, hogy átéljük a flow élményt? Ez nagyon érdekes, mert ha megengedett, behozok ide egy saját példát, az időtényezőt, és én azt gondoltam sokáig, hogy én néha ilyen halogatós vagyok. És aztán rájöttem, hogy ez nem is halogatás, hanem hogyha a feladatban nem érzem a kihívást, akkor valahogy próbálok rajta tuningolni, és hogyha úgy tudok ezen tuningolni, hogy akkor egy időkeretet adok. És akkor ez mindjárt motiváló lesz. Tehát ez például, ez talán már így, én azt hiszem, hogy egy kicsit a belsőhöz is kapcsolom, hogyha időhöz van kötve, akkor valóban lelkesebb vagyok, mert ez egy kihívás, és ez egy feladat, ez egy olyan cél, ami motivál, hogy azt, hogy annyi idő alatt csináljam meg. Úgyhogy ez is érdekes, hogy honnan nézzük, hogy ez halogatásnak minősül, vagy egész egyszerűen csak felturbóztam a feladatot, és azért hagytam az utolsó pillanatra, mert ott éreztem azt az érzést, vagy ezt a flow lehetőséget, hogy hú, akkor most belehúzok, és gyerünk, és akkor most teljes erőbedobással megcsinálom. Ami még ilyen fontos lehet, hogy az szintén a készségek felismerése és a fejlesztése, tehát az, hogy én akarjak fejlődni, és amit az előbb említettem, hogy a tanulásra, hogy nem kell, de lehet. És hogyha bennem van az a vágy, hogy én tényleg szeretnék még fejlődni, szeretnék jobb lenni, és még jobb, és még jobb, és előrébb jutni, ez így a boldog élethez vezet, pont azért szerintem, mert hogy ha valamiben jó vagyok, van róla visszajelzésem, van róla egy képem, folyamatos visszacsatolásaim, tudom mérni kvázi az eredményt, vagy azt, hogy így amikor abban az állapotban voltam, az milyen, akkor ez így visz szépen majd előre, és hogy minél ugye magasabban és boldogabban vagyok, ez egy ilyen öngeneráló folyamat. Szerintem ebben a témában kulcsfontosságú fogalom a tudatosság, ami azért is érdekes, mert így ambivalensnek tűnik, hogy maga a flow élmény, ugye átélhetjük úgy is, hogy egyáltalán nem vagyunk benne tudatosak, hogy én is így visszagondoltam, hogy úristen, ebben is ott volt, vagy ebben is ott volt, és egyáltalán nem voltam tudatos benne. Viszont, hogyha fejleszteni akarjuk ezt a képességünket, Csíkszentmihályi szerint, akkor a tudatosság az egy ilyen alapkonstrukciója. Ezt hogyan használhatjuk fel, vagy hogyan tudjuk ezt a tudatosságot a saját hasznunkra fordítani? A tudatosságot összekötném egy picit még így a magabiztossággal, és amikor beszél erről, vagy volt egy pár videó, és amikor ezt is behozza, hogy ez azt hiszem úgy fogalmaz, hogy ez öntudatlan magabiztosság, amikor nem, tehát magabiztos vagy, de nem úgy, hogy minden áron, hogy igen, én magabiztos vagyok, hanem egész egyszerűen érzed, mert hiszel magadban, hiszel a képességeidben, hiszel abban, hogy te tudod irányítani a sorsodat, tehát itt jön be azt hiszem ez a tudatosság, amit említesz, hogy én tudatos és felelős vagyok az életemért, tehát hogy én tudom irányítani és kontrollálni. És ez is nagyon érdekes, igen, ez az ambivalencia, hogy akkor most én irányítom, de igazából ez egy áramlat, akkor nem is én irányítom. És hogy valahol én ezt így összekapcsolom már azzal, hogy talán ilyen isteni gondviselés, vagy amiben így bele tudsz dőlni, hogy igen, ez így visz előre, de hogy ott kell az a hit, kell az a magabiztosság és az a tudatosság, hogy én most így beledőlök. És mivel ez az egész flow egy ilyen addikció, tehát hogy annyira lehet szerintem ilyen flow függőnek, vagy függővé válni egy bizonyos idő után, hogy figyelni kell arra, hogy oké, akkor most ne dolgozzak túl sokat, mert hogy hajlamos vagyok én is itt túlszaladni. És Csíkszentmihályi is kiemelt, hogy neki is így mindig kereteket kell adnia, mert már annyira könnyen bele tud ebbe az állapotba lépni, hogy ez nagyon el tudja vinni egy idő után. Igen, és az is benne van, hogy munkában könnyebben át tudjuk élni a flow-t, mint a szabadidőnkben. Ami szerintem nagyon érdekes, mert csomóan ugye várják, hogy vége legyen a munkának, aztán meg valahogy, hogyha van időnk, akkor nem tudunk megfelelő szórakozást, vagy megfelelő hobbit találni magunknak. És amiket ő leír, hogy ilyen apróságokban is hogy találhatjuk meg a flow-t, az nagyon érdekes, hogy tényleg hogy figyeljünk oda, hogy nem tudom, például a sétálás közben is, és aztán magam is észrevettem, hogy
figyelem azt, hogy mikor van piros és mikor zöld, és akkor úgy megyek, úgy irányítom a lépteimet, hogy akkor a zöldre érjek oda. És ez is egy ilyen kis érdekes kis momentum ennek az egésznek, hogy így ilyen apróságokban is hogyan találhatjuk meg a flow-t. Igen, és pont ez, szerintem pont ez a varázsa ennek az egésznek, hogy amit mondtam talán egy pár kérdéssel ezelőtt, hogy a jelenben maradni, hogy én ezt ki szoktam otthon írni magamnak, amikor tudom, hogy így rengeteg gondolatom van, hogy oké, Brigi, most a jelenben vagy? Ó, nem, akkor megvan, hogy mi volt a baj. Ha meg igen, akkor tök jó, mert akkor még egy ilyen figyelmeztetés, hogy oké, akkor maradj is itt, mert hogy itt történnek a csodák, hogy tényleg a jelenben maradás, és ez a tudatosság, ez megint ide vezet, hogy ha a jelenemben meg tudom ezt élni, akkor ez tök jó. És hogy ez is érdekes, igen, hogy a szabadidő, mindenki azt várja, hogy legyen vége a munkának gyorsan 4 óra vagy 5 óra, úristen, menjek haza, és akkor most már szabad vagyok. De hogyha nincsen tevékenység, akkor ez kvázi ilyen elpazarolt idő, hogy tehát a semmit tevés, amikor ténylegesen semmit sem, akárcsak így görgetünk az ujjunkkal, ugye ez... Az unatkozás, igen. Az igen, az egy idő után eléggé, tehát hogy elviszi az időt, és nem termel semmi extrát nekünk. Mert igen, azért nem véletlenül nevezik a flow-t így a pozitív pszichológia alapművének is, igen. Ezt a Csíkszentmihályi flow elméletét. Miért van az szerinted, hogy bizonyos emberek nagyon könnyen át tudják élni ezt a flow élményt, más embereknek meg szinte lehetetlen? Hát a bizonyos emberek, amit mondtam, szerintem ők már így ráfügtek erre, hogy úristen, ez tök jó, és még szeretném, és még jobban. De tényleg van olyan, ahol nehezebb, vagy talán nem működhet. Vannak szélsőségek ebben, tehát akinek betegsége van, például és skizofrén betegséggel küzdő ember, nem képes arra, hogy így az örömnek ilyen fokát átélje. De hogyha nem megyünk így a szélsőségek felé, hanem egy hétköznapi példát nézünk, tehát vannak olyanok is, akik egyszerűen annyira irányítják a figyelmüket, és annyira nagyon mereven, akár mondjuk, aki ilyen éncentrikus, hogy csak ő tud a középpontban lenni, és nem enged be mást, vagy nem tud a külvilágra figyelni, ott például ez nem működik. Vagy ott is, aki mindig, biztos van olyan ismerősünk, vagy ismerősünk ismerőse, aki azt a kérdést rendszeresen feltesz, hogy úristen, de mi lesz, ha? És akkor mit fognak szólni? Nem tudjuk, hogy mit fognak szólni, és mi lesz, ha, de hogy ez azt jelenti, hogy a figyelme csak a külvilágra irányul, és nem a saját tevékenységére, és nem a saját vágyai szerinti cselekvésre. Ezt örülök, hogy felhoztad, mert ez szerintem is nagyon így van, hogy sokkal nehezebb valamibe belemélyedni, hogyha folyamatosan azon gondolkodunk, hogy jaj, most mit fognak erre szólni mások. Meg úgy alapvetően az életben, ez szerintem, hogyha szélsőségesen ilyenek vagyunk, hogy arra gondolunk, hogy mások mit fognak szólni, az nagyon rossz irányba tud vinni. Igen, és hogy gondolj bele, hogy ha mindig azt kellene néznünk, hogy így mások mit szólnak, akkor hát úgy nagyon nehéz egy idő után így előre menni, mert hogy bármerre indulsz, valakinek úgyse lesz, tehát nincs olyan, hogy mindenkinek jó legyen. És most gondolok akár a családra, akár a barátokra, nincs olyan, nem lehet mindenkinek megfelelni, és van egy jó hírem, hogy nem is kell szerencsére, de hogy tehát ők például sokkal nehezebben, vagy egyáltalán nem. Én azért hiszek abban, hogy valahol mindenki élt már át flow. Tehát, hogyha visszagondolnak így a gyerekkorukra, akkor szerintem ott ez még talán kevésbé volt jelen, hogy így megfelelünk, vagy hogy nyilván a szülői megfelelés volt így elsődleges, meg így mondjuk akár már az óvistársak, de ott szerintem azért nagyobb eséllyel ők is átélhettek flow, vagy flow közeli állapotokat. Ez mondjuk igaz, mert végül is a szabadságunk egyre jobban korlátozódik, ahogy felnövünk, szóval abszolút logikus gondolat. Igen, csak erre, hogy az már messze volt sajnos. Igen, igen. Akkor nézzük meg néhány konkrét példát. Te ugye pályaválasztási tanácsadó vagy. Hogyan érhetjük el a tanulásban, a tanulmányainkban ezt a flow élményt? Vagy hogyan válasszunk akár pályát magunknak? Ez összekötődik meg. Tehát ez a tanulás, meg a pályaválasztás, vagy később pálya újraválasztás, vagy a munkahelyének a másik munkahelyre cserélése, tehát ez mindegy, én azt hiszem, hogy egy nagy csokor, amivel én össze tudnám kötni, és hogyha visszagondolok így a saját tanulási élményeimre, tudom, hogy voltak olyan tantárgyak, amiket imádtam, nagyon szerettem, és ugye egy leültem, és hát így, mint a másodpercek alatt így belém öntik a tudást, nyilván azért ez jóval hosszabb volt, csak hogy most így visszagondolni már megszépült ez az egész dolog, de hogy nagyon hamar meg tudtam tanulni. És én azért kezdtem mindig a számomra jó tantárgyakkal, mert az így feltöltött és boldogsággal töltött el. Azt hozzáteszem, mert ugye erre még lehet nem beszéltünk, hogy a flow élményt ezt akkor veszed észre, miután már ugye túl vagy rajta, és muszáj, hogy megálljunk egy picit, hogy wow, de jó volt ez, most tök boldog vagyok. Menet közben nem boldog vagyok, menet közben én figyelek, tehát a menet közben nagyon fegyelmezetten azt a valamit csinálom. De ott nem azon gondolkodok, hogy hú, milyen boldog vagyok, hanem úgy, amikor a gyerek rajzol, és akkor
ahogy írja az A betűt is, koncentrál, és kint van a nyelve, és így úristen, hogy kell kerekíteni, és akkor később rájön, hogyha nem annyira görcsös, akkor tudja úgy kerekíteni, hogy szép lesz, és akkor egész egyszerűen csak megy. De hogy ő ott egy koncentrált munkát végez. Mint a sportolóknál ez nagyon nyomatékos, hogy ott azért maga az a keret, amikor abban vannak, amilyen élményben, az akkor egy nagyon megfeszített dolog, és hogy lehet az, hogy majd meghalnak a végén, mindenük fáj, mégis flow élmény. Igen, érdekes nagyon. Igen, és hogy ugyanez vissza a tanulásban, hogy vannak azok a tárgyak, amik tök jók, ugye eléred ezt az állapotot, ott van az az érzés benned, hogy ez tök jó, és képes vagyok rá, és magamnak tudok visszajelzést adni jó esetben, hogy így látom, hogy tényleg megcsináltam. És akkor ez az energia feltölt, és akkor meg tudom tanulni a többit. Lehet, hogy lassabban, lehet, hogy nem úgy, de hogy ott lesz bennem ez a löket. És amikor én számomra kevésbé hasznos tárgyak, fogalmazunk így, vagy nem láttam, hogy az én célomhoz hogy visz közelebb az a tárgy, én ezt úgy tanultam például egyetemen, vagy vizsgaidőszakban is, hogy oké, akkor tegyünk bele kihívást. És nekem ez az időnyomás szokott segíteni, hogy jó, akkor mondjuk ezt így igen picit eltolom, és majd csak holnap kezdem tanulni, viszont akkor ennyi napom van, akkor gyorsan, akkor nekiállok, és akkor így gyorsan megtanulom. Vagy azzal motiváltam még magam, hogy tudtam, hogy ez a tárgy annyira nem érdekel, és így bedobtam, hogy ó, de én most mindenből ötöst akarok. Akkor legyen ez is ötös. És nem azért fogom megtanulni, mert annyira érdekel, hanem mert flowba kerülök a saját kihívásom által, hogy legyen ötös. És hogy tényleg nem az, hogy most az ötös lesz, vagy négyes, hanem hogy végre valami kihívás van benne. Igen, a célok tényleg nagyon fontosak. Igen. Én amikor így visszagondoltam arra, hogy mikor éltem át így a flow élmény, nekem konkrétan elsőnek a szakdolgozatom ugrott be, mesterszakos szakdolgozatom, hogy így tényleg úgy az időérzékelésem teljesen eltűnt, alig vártam, hogy folytassam, hogy ebből mi lesz, és annyira jó volt az a kutató munka, amit csináltam, pedig otthon ültem, és csak így influencer manipulációról írtam igazából a szakdolgozatomat, és influencereket néztem, elemeztem, és mégis, tehát ilyen elméleti gyakorlati mix volt, mégis nagyon élveztem, nem azt, hogy most kimentem, hogy ilyenekben is nagyon jól meg lehet találni a flow-t, hogyha így tényleg érdekel, és így vannak célok, és akkor azok a célok annyira motiválnak téged, hogy ott akkor is át tudod nagyon jól élni ezt az élményt. Igen, és ez tök jó, hogy ezt mondtad, hogy a kutató munka, vagy maga kutatás, mert hogy ugyanígy én abban hiszek, hogy a pályaválasztás, ez tényleg lehet ilyen hát mondjuk úgy, hogy stresszmentes, vagy inkább azt, hogy élvezetes. Mert hogy ez egy kutató munka, ez tök jó. Azt kell kutatnod, hogy ki vagy te. Ez szerintem számomra ez egy csodálatos dolog, ez tök izgi. Hát ki vagyok én, ez egy folyamatos kérdés. Mindig változok. Nyilván van egy alapmag, ami így leír engem, de például a szerepeim, hogy most milyen szerepben vagyok, az is folyamatosan változik. A tulajdonságaim is alakulnak, a baráti köröm, minden alakul, folyamatosan változunk. És hogy ez a kutató munka, hogy azt a diák megkeres, hogy ő most abban a világban, ahol éppen van, a saját világában ő most kicsoda, és hogy milyen szakok léteznek, tehát hogy azt is fel kell deríteni, és ugyanígy a munkahelykeresésnél, hogy azt megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy például úgy tudsz flowba kerülni a munkakeresésnél, hogy beadod olyan helyre, ami mondjuk lehet egy nagyobb kihívás, de szereted a kihívást, és készen állsz arra, hogy így oké, nézzük meg, hogy mi lesz, és lehet, hogy valami tök jó dolog sül ki belőle, hogy megadom az esélyét annak, hogy igen, vagy mondjuk bővíted a munkakört. Ha azt mondod, hogy szereted ezt a munkáját, és tök jó minden, de már egy picit unatkozol, akkor beszélj a főnökkel, hogy én még szeretnék valami plusz feladatot, vagy egy új projektet elkezdeni, hogy így add meg a teret arra, hogy vihessen ez az áramlat, mert olyan zseniális magaslatokba tud emelni, hogy tényleg azt érzed, mintha nem is dolgoztál volna. És hogy én erre törekszem, és ebben hiszem, hogyha olyan munkád van, amit tényleg szeretsz, akkor ez a flow, ez az ilyen napi szinten ott lesz, és nem azt fogod megélni, hogy ez egy kötelező pénzkeresés, és megyek munkába, hanem azt fogom megélni, hogy úristen, holnap akkor mit csináljak, és már alig várom, és tele vagy ötletekkel. És hogy ez azt hiszem, hogy a boldog élet kulcsa vagy záloga, bár nyilván nem magamtól vagyok én okos, de hogy valami ilyesmit próbál a flow is átadni. Hát ez abszolút egyetértek, és szerintem legyen ez is a záró mondat, mert nagyon jól megfogalmaztad így a végére. És köszönöm szépen, szerintem nagyon sok hasznos gondolat elhangzott tőled. Köszönöm szépen én is. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk a következő epizódban is. Sziasztok!